Sziasztok, Fazekas Bálint vagyok, az Euronix Magyarország Vöröskő Kft. Kereskedelmi ügyvezetője. Az igényesférfi.hu 8. születésnapját ünnepli, és kaptam tőlük egy meghívást erre a videó felvételre, melyben 8 kérdésre fogok nektek válaszolni. Szóval az első kérdés az így hangzik. A három legfontosabb dolog, amit üzletileg, emberileg az édesapától tanultál. Mindenféleképpen a kemény munkát mondanám elsőnek, tehát olyan, amiben eredményt szeretnél elérni, azért dolgozzál meg keményen. A másik, amit kiemelnék, az mindenféleképpen a család fontossága, és hogy a család az mindenek előtt. Harmadiknak pedig az, hogy mindig legyek korrekt és etikus másokkal szemben. A generációváltást lehetőségként vagy teherként élted meg? Nyilván egy ilyen pozíciónak a pozícióra való felkészülés, az rengeteg munkát és időt vesz el, amit egyébként lehetne szórakozással tölteni, vagy pihenéssel, de úgy gondolom, hogy azok az emberek viszik valamire, akiknek céljai vannak, és akik keményen küzdenek érte. Én mindig ezt láttam otthon. Én is egy nagyon-nagyon szegény családból származom, és ahova a szüleim eljutottak, és az az anyagi biztonság, amit meg tudtak teremteni, gyakorlatilag tényleg a semmiből jöve, ez nekem egy óriási mérce volt mindig, hogyha ők ennyit elértek, akkor én is legalább ennyit szeretnék hozzátenni a vállalkozáshoz. Tehát ez nekem inkább úgy mondanám, hogy mindig egy lehetőség volt arra, hogy tudjak bizonyítani. Ez nem is annyira megfelelési kényszerként, hanem inkább egy plusz motivációként, egy ilyen belülről jövő motivációként említeném meg. De nagyjából olyan általános iskola környékén már tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, majd egyszer. Aztán a különböző fejlesztések, átalakítások, struktúraváltások miatt úgy hozta az élet, hogy ez tudtuk, hogy 2021 környékén kell, hogy ebbe beleugorjak ebbe a pozícióba. Így az előtte lévő években is már úgy állítottuk össze a felkészülést erre, hogy minden pozíciót végigjárjak. Tehát én 14 éves koromban elkezdtem raktárosként dolgozni, voltam értékesítő, volt vezető, területvezető, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó hozzáadott érték az emberhez, amikor így érzi, hogy a kemény munkával egyre nagyobb felelősséget tud vinni a hátán, és egyre komolyabb kihívásokkal találkozik, és nekem mindig a kihívások voltak azok, amik úgy éltettek engem, úgyhogy ilyen szempontból nekem ez mindig a célom volt, hogy ezt szeretném csinálni, nem gondoltam, hogy ilyen korán, de örülök, hogy így lett, és szerencsére nagyon pozitívan megy a generációváltás. Mi lehet a sikeres generációváltás kulcsa? Szerintem mindenféleképpen a legfontosabb az a kommunikáció, és ha tisztázzuk, hogy ki mit szeretne, hogyan szeretné, mik azok a lépések, mik azok a játékszabályok egymással szemben, amiket lefektetünk, hiszen ez egy olyan közös munka, amiben nem férnek bele azok a veszekedések, hogy utána a két fél az másfele távozzon. Tehát mindig törekedni kell arra, hogy ez egy hosszú távú dolog. Még akkor is, hogyha az első generáció visszavonult és már nem dolgozik aktívan a cégben, akkor is rendkívül fontos, hogy ez egy pozitív élmény legyen az első generáció számára, ugyanúgy, mint a másodikére. A pénzbeli értékrendem hogyan változott a vezetői létem előtt, közben vagy után? Én erre azt mondanám, hogy a vezetői pozícióval azért nagyon nagy felelősség is jár, ami azért egy komoly teher tud lenni. Én nagyon-nagyon hamar leváltam szülőkről, tehát én 14 évesen elköltöztem külföldre, szerintem 18 éves voltam, vagy 19, amikor a közös bankszámlát édesapámmal azt megszakítottuk, és úgymond önálló lábon kezdtem el élni. Én mindig iskola mellett is dolgoztam, és különböző befektetések, projektek, cégekben. Nekem mindig nagyon fontos volt az, hogy saját magam számára meg tudjam termelni a pénzt, és az ne úgymond az ölembe essen. És szerintem, amikor valaki így dolgozik, akkor nyilván értékeli azt, hogy végre a siker, végre az évek kemény munkája után a saját projektjeiből kapja a fizetését, és nekem ez egy még nagyobb motiváció, hogy nyilván ezt minél kevesebb munkával, de ez egy vállalkozói út is szerintem, hogy először valaki felépíti önmaga, utána hogy tudja önjáróvá tenni, hogyan tud új cégeket elindítani, hogyan tud olyan dolgokkal foglalkozni, amivel még több embert segíthet, tehát szerintem ez egy ilyen evolúciós folyamat, és az, hogy vezető lesz az ember, vagy sem, vagy kap egy nagyobb fizetést, vagy sem, ezek ilyen pillanatnyi dolgok, de nem ezek határozzák meg az életet. Döntés, stratégia vagy intuíció? Hogyan, milyen folyamat vagy stratégia alapján hozol döntést? Én szeretek mindig egy víziót elképzelni,
és mindig azt abba gondolkodni, hogy mi az a kép, mi az a cégkép, világkép, aminek a része szeretnék lenni, és azt bontom visszafele. Tehát nekem minden esetben a nagy képből való kiindulás van, és onnan visszafele hogyan lehet ezt elérni. Ez egyébként rendkívül érdekes, mert édesapámmal pont a túloldalról gondolkozik, és ő úgy gondolkozik, hogy holnap mit tudok tenni, holnap után mit tudok tenni, azzal meddig tudok eljutni. És ebből rengeteg beszélgetésünk volt, hogy egy-egy nagy célt azt hogyan is fogunk elérni. És nekem is meg kell tanulnom adagolni, tehát egy nagy képet lebontani kicsi elemekre, és ezeket végigmagyarázni, és neki is meg kell tanulnia, hogy igen, nekem ahhoz, hogy én motivált legyek, és ahhoz, hogy a saját belső motivációm meglegyen, az mindig a big picture kell, és az kell, hogy lássam, hogy milyen irányba is megyünk. De szerintem az egész én generációmra és a fiatalabbakra vonatkozik, hogy egyszerűen meg kell tanulnunk elmagyarázni és kifejteni azt, ami a fejünkben van, olyan módon, hogy az a többiek számára is érthető legyen. Mi az, amit a sikeres emberektől senki nem irigyel, és amit soha senki nem lát? Hát szerintem a siker az mindig tényleg a jéghegy teteje, és azt látjuk belőle, hogy mennyire jó, meg amit hozzátársít így a társadalom, beszéljünk itt pénzről, autóról, házról, családról, de ugyanakkor szerintem itt nem csak a cég a fontos, hanem tényleg az, hogy abból a családoddal tudjál lenni, abba, hogy egészséges vagy, abba, hogy ez egy nyugodt élet, amit fent tudsz tartani, és nem csak azért vagy sikeres, mert az elmúlt 3 évedet testileg rááldoztad. Tehát szerintem azért a sikernek több oldala van. Hogyha a munkát nézzük kizárólag, akkor szerintem minden vállalkozóra és minden sikeres emberről elmondható, hogy rengeteg kudarcon ment át, és az, hogy ezeket a kudarcokat, ezt hogyan vette, hogyan építette be magába, hogyan tudott tanulni belőle, hogyan vette a kudarcot egy még nagyobb energiabusznak, és hogyan tudott belőle építkezni, szerintem ez az, ami a sikernek a jéghegy alatti oldala. Hiszen ezt senki nem látja, és nyilván, amikor az ember sikeres, akkor mindenki tapsol, meg mindenki boldog. De ami nagyon befolyásolja ezt, hogy milyen barátokkal vagy körbevéve, és nekem a legszűkebb baráti kör az egyébként nagyon-nagyon véletlenül, de egytől egyik családi vállalkozásban dolgozik, és nekem ők rengeteg segítséget és motivációt adtak olyan időszakokban, amikor a földön voltam, és amikor nem a magazin cím oldala, amikor éppen egy rossz döntésemmel kellett, hogy szembesüljek és szembenézzek, és végig gondolom, hogy ebből hogyan lábolok ki, hogyan mászok ki, hogyan építem újra. És szerintem ez az, amit nem látnak, és sokan nem is tudják, hogy mennyire fontos, hogy kik azok, akikkel körülveszed magadat, és kik azok, akik a negatív időben segítenek újra talpra állni. Hogyan szűröd ki az érdekbarátokat? Nyilván rengetegen hívnak kávézni, étterembe, és erre az lett a legjobb módszerem, hogy mindegyiknek ajánlom, hogy persze találkozhatunk, menjünk ki egyet futni. Viszem a kiskutyámat, és egy 5 kilométert fussunk le, azért az általában mindenkinek megy. Legrosszabb esetben volt már olyan, aki azt mondta, hogy jó, futni nem tudok, de akkor legalább sétáljuk végig. És azért azt mondanám, hogy szerintem 10 emberből 2 az, aki ezt bevállalja. Tehát azért az eléggé kiszedi őket a komfortzónájukból, mert nyilván egy drága étterembe, kávézóba mindig nagyon jó megjelenni, szép autókkal kiülni, inni egy kávét, de hogyha valaki szeretne valamit, és akkor szerintem az a legjobb, amikor kihúzod őket a komfortzónából, és sport közben beszéled meg. Nyilván a sok munka mellett pedig nem is nagyon van ezekre idő, tehát hogyha valóban szeretnének így találkozót, akkor azt legtöbb esetben egyébként barátokkal is rendszeresen futunk, minden hétfőt így kezdünk, a kutya miatt is nagyon sokat kell is mozogjunk, mellette K1-ezek versenyszerűen, tehát egy ilyen alapkondícióhoz ez kell, és akkor ugye kettőt nagyon jól össze lehet egyeztetni. A 21. századi férfi legnagyobb kihívása. Szerintem a legnagyobb kihívás az a pár kapcsolat, és a párnak a megfelelő megtalálása, kiválasztása, és azt, hogy meg tudjuk tartani, hiszen az Instagram idejében mindenki látja a jót, mindenki látja az utazást, mindenki hozzászokott ahhoz, hogy rendkívül könnyű ismerkedni, rendkívül könnyű jó helyekre bekerülni, de soha nem látjuk azt, amikor valakinek ebben is rossz időszaka van. És már pedig egy párkapcsolatban nem csak a jó dolgok vannak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudsz egy ennyire gyorsan mozgó társadalomba mégis egy emberrel egy életet leélni, és hogy ezt kialakíts, megtaláld, és ez rengeteg munka, és azért tenni kell. Úgyhogy szerintem ez egy óriási kihívás.
Boldog születésnapot az igényes férfi.hu magazinnak a 8. születésnapjára.